Blanca González egy otthonápolással foglalkozó cég résztulajdonosa. Diplomás, szociális munkás vagyok. 1997-ben már nagyon szerettem volna saját vállalkozást, hogy nagyobb beleszólásom legyen a szolgáltatás színvonalába. Blanca rengeteg energiát fektetett a munkájába, még úgy is, hogy egy egészségügyi probléma évtizedekig hátráltatta. Körülbelül 40 évig szenvedtem a szédülésektől. A vége felé egyre rosszabb lett, egyre sűrűbben, egyre hosszabban tört rám. Akkor sem volt könnyű, ha el tudott menni dolgozni. Az embereim már tudták. Többször rá is kérdeztek, hogy rendben vagyok. Én azt válaszoltam, hogy nem, kicsit szédülök és émelygek. Némely napokon autóba sem tudott ülni. Felébredtem az éjszaka közepén, és forgott velem a világ. Ilyenkor tudtam, hogy le kell lassítanom, és hogy pihenő nap lesz. Csak annyit tudtam tenni, hogy otthon maradtam addig, amíg nem éreztem, hogy ismét tudok vezetni. Blanca orvosokhoz fordult. Remélte, hogy ők segíteni tudnak. Voltam MR-n, CT-n, vizsgálták a nyaki verőeremet, de nem találtak semmit. Azt mondták, talán homloküreg probléma vagy allergia, amitől folyadék kerül a fülembe. 2008 májusára a szédülés már folyamatosan 3 hónapja tartott, és a korábban hatásos gyógyszerek sem segítettek már. Immunis lettem a gyógyszerekre. Már nem segített egy darab tabletta, 2 vagy 3 szemet kellett bevennem egy nap, hogy tudjak dolgozni. Május 21-én Blanca fel akarta hívni az orvosát újra, de inkább úgy döntött, hogy Istenhez fordul. Azt imádkoztam. Uram, már túl régóta megy így. Elég volt. Te vagy az én orvosom. Te tudsz meggyógyítani. Neked van hatalmad a gyógyításra. Bementem a hálószobába ezután, Wendy és Pat volt a tévében. Munka előtt mindig nézzem a 700-as klub adását. Éppen Wendy imádkozott. Máig emlékszem a szavaira. Valaki nagyon szédül, émelyek. Az Úr meggyógyítja ma. Felemeltem a kezemet, és elkezdtem áldani az Urat, és mondtam, hogy átveszem a gyógyulásomat. Éreztem, mintha egy forró balon jönne ki belőlem, tele levegővel, aztán le is süllyedt. Nem éreztem már az émelygést, és a szédülés sem. Biztosan tudtam, hogy valami teljesen megváltozott bennem. Blancának azóta sem voltak ilyen tünetei, és újra élvezi az életét, munkáját és a családját. Nem szedek már gyógyszert, és semmi jele nincs az émelygésnek. Istennek adok minden dicsőséget és hálát ezért. Megváltoztatta az életemet.